Üdvözlök, sétán mindenkit! Sétán, látható vagyok. Ismétlen. Itt vagyok a határban. Hát már felé régen jártam. És itt szokásos témák fognak majd lenni. Lehet azt látni, mint már kb. 3 hónapja. Már lassan már. Mert lesz, hogy 3 hónapja nem nézek semmilyen virtuális világot, filmeket, se sorozatokat, mert tudom, azok mind-mind károsak az agy kapacitásra. Helyette ez a YouTube-féle videók folyton. Szórakoznak, hogy minél több videót rakjanak be, aminek semmi értelme sem nincsen. Aztán látni legelsőnek, hogy ezek a tallókon le vannak fújva totállal. Honnan gondolom, hogy abban vannak, mert a palafüvet nem bírja kiszedni, kivenni. Régebben pipacsokkal volt teli, egy folyós paréka, most meg csak palafüvekkel. Egyszerűen nincsen a palafű ellen permet, amit kiszedni, és megmaradnak. Következő években tulajdonk nem tévedte ezt már ilyen utat. El. Talán látható egy mólos benzinkút. Lehet, hogy kifogok rá jutni, hogy hol is vezet. Lehet venni. Mennyi sok buza volt. És a buzát mi lett szántva. Itt van, nem lett a másik felén vele csinálva semmi se. Most egy higgyék azt, hogy itt a mezőgazdasági műsor volna. Videó. Arról van szó, itt régebben nem volt ennyi szántóföld, erdő lehetett. Emléletileg tölgyekkel volt teli az egész terület. Képzeljék el, mennyi sok fa lehetett itten. Nem akácfa, hanem tölgyek. Jó, tudom, ez a terület. Mert legelsőnek itt a most éppenséggel pont a Balsa felé indulok
indulta meg. És itt rá lehet azon gondolkozni, mennyire tönkre ment az élővilág, mennyi sok nem lehetett itten régebben. És itten mivé vált ez a terület. Az egyik dolog, hogy nem az ember eszi meg a pusztát, hanem az állatok. És az állatok nagyon káros. Buzát főleg a disznók, marhák, bikák, bárányok ennék. De nem. Lehet tudni, meg lehet venni ezt az ócska termékeket, de vannak. De vackokkal, GMO-sak, emletleg hús, régebben csak hétvégén ennivaló volt. Nagyobb ilyen. Nagyobb százalék, a napi szinten csak 10% volt. Manapság még ez a százalék az életformának köszönhetően pont az ellenkező jelet, általában 80% a hús az étkezéseknek. Ez nagyon káros. Ez is már annyira káros, mint a tévénézés. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Ez lett volna a bevezető videóm. Több videók is fognak most ebben egy húzamban lenni. Szevasztok!